Amálka, megint rosszul játszol. Bocsánat. Balra és felfelé kellett nyomni. Nem olvastad? Nem olvastam el, mert nem látok jól. Megőrültél? Nagy betűkkel volt kiírva. Leo, ne kiabálj! Mostanában nem látok jól. És miért nem mondtál semmit? Nézzük meg a látásodat. Készen állsz? Oké, csukd be a jobb szemed. Szóval, mi ez a betű? Nem látom. És ez? Nem látom. Úgy tűnik, hogy M. És ez? Ezt sem látom. Úgy tűnik, hogy az egy L betű. Ajjajjajjajjaj. Amálka, úgy tűnik a dolgok rosszul állnak. Mondtam, hogy nem látom. Menj el szemorvoshoz. Nincs kedvem hozzá. Tudom, én sem szeretem a kórházakat, de egy orvos segíteni fog. Igazad van, mennem kell. Ne aggódj, nem fog fájni. Talán. Köszönöm, hogy megnyugtattál. Na mi van, Amálka? Hogy van a szemed? Valamilyen betegségem van, azt mondta. És most mi lesz? Meg fogsz vakulni? Szerencsére nem. Meg lehet gyógyulni. Fú. Azt mondta, hogy viseljem ezt a szemüveget. Mennyi ideig kell viselned? Nem tudom, amíg meg nem gyógyulok. Mi van akkor, hogyha nem viseled? Akkor megvakulok. Nem is tudom, mi a rosszabb. Mondtál valamit? Nem. Gyere be. Hű, a szoba olyan tiszta. Leo, játszunk. Most már minden kombinációt el tudok olvasni. Hát, jól van. Leo, miért bámulsz mindig? Csak... ez a szemüveg. Mi a baj? Furcsa. Én sem igazán szeretem, de meg akarok gyógyulni. Oké, játszunk. Nos, már megint mi van? Nem tudod megnézni? Bocsi. Ma lesz egy előadás az iskolában. Milyen előadás? A Szépség és a Szörnyetek. Új színészeket keresnek. Unalmas. Leo, nekünk mennünk kell. Mindenképpen szereposztásban leszünk. Profik vagyunk. Hát, nem tudom. Leo, kérlek, kérlek. Tudod, mennyire szeretem az iskolai előadásokat? Jó van, hogyha annyira akarod. Hurrá! Készüljünk fel! A szépség szerepe az enyém lesz. Szörnyeteg, miért rejtegeted előlem ezt a csodálatos rózsát? Nem játszom el a szörnyeteget. Pedig ez a szerep tökéletes lenne számodra. Amálka. Ebben a szemüvegben fogsz elmenni castingra? Nos igen, az orvos azt mondta, hogy ne vegyem le, de miért? Semmi. Leo, hidd el, senki sem fog figyelni ezekre a szemüvegekre. Azt kétlem. Sziasztok! Szia, Márta! Amálka, te is mész a castingra? Igen, meg akarom kapni a szépség szerepét. A csodába én is ezt akartam, de esélyem sincs ellened. Márta, ne aggódj, rengeteg más szerep van. Hát igen. Szóval, készen álltok? Igen. Akkor menjünk. Mi a vicces? Ezek a szemüvegek annyira csúnyák, hogy egyszerűen borzalmasak, a videóhoz kell. Viselni fogom őket. Komolyan? Oké, lányok, ideje indulnunk. Ha Amálka abban a szemüvegben jön, akkor ne enged, hogy hozzám jöjjön. Márta, annyira... Nyugodj meg, Amálka! Csak a szemüveg tényleg nem túl jó. Ennyit a szemüvegről. Így van, csak hagyd figyelmen kívül. Ez a szerencsém, ez álmaim szerepe. Gratulálok, Márta. Neked is jó szereped van. Igen, de egyáltalán nem akartam játszani.
Miért mentél el a castingra? Amelka miatt. Amelka miatt? Hú, egy lúzer. Elég legyen. Amelka a barátom. Egyébként hol van? Amelka, várj! Hogy vagy? Ha figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy az egész iskola kinevetett, akkor minden rendben. Felejtsd el! Hamarosan leveszed a szemüveget, és mindenki abba hagyja a nevetést. Hülye vagy! Nem a szemüvegről van szó! Senki sem séted meg szemüveg nélkül. Ha nem érted, jobb, ha elmész az új barátodhoz. Ő a te barátod is. Többé már nem. Engem is terrorizált. Biztos vagyok benne, nem szándékosan tette. Örül, hogy elvállalta a szerepemet. Amelka, jó szereped van. A szörnyetek szerepe jó? Most viccelsz? Jobb, ha megyünk próbálni. Menj csak, majd később jövök. Egy kisváros, néhány csendes utca, ugyanaz a nap, mint tegnap. Na, hol a szörnyeteg? Próbálnunk kell. Amelka azt mondta, hamarosan jön. Figyelj, miért nem szórakozol vele így? Ő egy lúzer. Amelka nem egy lúzer. Aha, láttam, hogy bántak vele az iskolában. Mit ajánlasz nekem? Azt, hogy ne barátkozz vele. Ezt nem tehetem. Amelka és én már régóta együtt vagyunk. Nem hagyom el őt. Akkor hamarosan ugyanolyan lúzer leszel, mint ő. Lúzer. Nem akarom. Maradjatok barátok Amelkával, és így lesz, majd meglátod. Akkor hogyan kommunikálunk Amelkával? Ha beszélni akarsz vele, beszélj vele úgy, mint egy lúzerrel. Ó, nézd csak, ki van itt. Oké, gyakoroljunk. Mielőtt elkezdenénk, Amelka, hoz nekem egy kis vizet. Igen, várj csak. Amelka, lemondhatsz a szerepről, mielőtt túl késő lenne. Nem, soha nem utasítok vissza szerepet, és bárkit el tudok játszani. Bárkit. Te játszod a legjobban a lúzer. Lúzer. Ah, Márta, mit csinálsz? Ó, Amelka, sajnálom, baleset volt. Nem, láttam, hogy szándékosan csináltad. Akkor bizonyítsd be. Amelka, ez csak víz, ne csinálj itt botrányt. A vesztesek mind ilyenek. Oké, próbáljuk meg. Márta, te állj oda, és te állj oda. Amelka, ne parancsolgass, én vagyok a főszereplő. Az én szerepem is főszerep. Igen, az álmaidban. Engedelmeskedsz nekem, megértetted? Márta, teljesen megdöbbentél, Leo, mondd meg neki. Igen, Leo, mondd meg neki. Hát, Amelka, a vesztesek nem beszélhetnek. Így van, Leo. Leo, te is. Mit tehetek, ha egy lúzer vagy? Tehát térjünk át a próbára. Leo, kivel játszol? Gyertyatartó vagyok. Jó, mint egy szörnyeteg. Leo, menj oda! Itt olyan leszel, mint egy igazi gyertyatartó. Nekem is kell egy öltöny. Van egy férfarkas és egy medve jelmezem. Melyik a jobb? Nyugi, jelmez nélkül is el tudod játszani a szerepet. Állandóan megalázol engem. Ne aggódj, jelmez nélkül is el tudom játszani a szerepem. Elegem van! Nélkületek fogok próbálni! Nézd, milyen sebezhető! Amelka, szokj hozzá! Kicsit sajnálom Amelkát. Miért? A vesztes az vesztes. Miért olyan gonoszak a tinik? Tényleg a szemüveg miatt van ez így? Nem is tűnik olyan rossznak. Remélem, csak viccelnek és abba hagyják. Felhívhatjuk Amelkát? Megőrültél? Nem játszom lúzerekkel? Én sem. Ó, ebédidő van. Végre. Olyan éhes vagyok. Olyan finom illata van. Végre ebéd. Legalább egy kis öröm. Nem szép dolog társaságban suttogni. Szerintem csúnya vagy. Igen, hát az csúnya. Nem érdekel, mit mondasz. Világos? Hé, ki engedte, hogy ide ülj? Igazából mindig itt ülök. Amelka, elrontod az étvágyunkat a megjelenéseddel. Akkor hova üljek?
Külön hely van a veszteseknek. Ez már gúnyolódás. Amálka, jobb, ha ott ülsz, különben kimész. Így van, Leo. Jó étvágyat kívánok! Jó az asztalnál ülni vesztesek nélkül. Az biztos. Egyáltalán nem vagyok tele. Van még valami más? Nem, de tudom, hol lehet kaját kapni. Így van. Ki ez az én szendvicsem? A tiédet már megetted. A lúzereknek be kell adniuk. Én nem vagyok tele. Milyen finom. Jó étvágyat. Azt mondják, a játékok megnyugtatnak, nézzük. Hé, miért játszol a konzolomon? Ez az én konzolom is. Megvan a házi? Tegnap megcsináltam. Biztos vagy benne? Persze, mindig megcsinálom. Ez mi? Házi feladat. Ez a tiétek. Ja, meg kell csinálnod a házim. Ha, mi a fenéje csinálnám? Igen, Amálka, csináld meg a házimat is. Nem fogom megcsinálni. Ez a te házi feladatod, csináld meg. Megfogod, megfogod. Vagy megcsinálod a házinkat, vagy megfürdetünk a WC-ben. Leo, ezt nem vártam tőled. Szép munka, Leo. Bocsi, Amálka, de nem akarok olyan lúzer lenni, mint te. És Amálka, ne kövess el egyetlen hibát se. És igen, ír gondosan. Ha pontosan írom, a tanár nem fogja elhinni, hogy ez a tiétek. Mit mondtál? Majd tőlem megkapod. Később meg fogják bánni. Vigyázzunk. A fenébe! Vissza kell raknunk! Tudnál segíteni? Van egy jobb ötletem. Amálka, gyere ide! Amálka, léci, rakd össze a dzsengát. Leo, a veszteseknek nem mondjuk azt, hogy kérlek. Amálka, gyorsan rakd össze a dzsengát! Így már jobb. Majd én összerakom, nekem nem nehéz. Gyerünk már, gyerünk! Siessél! És hogy mennek a leckék? Már majdnem befejeztem. Akkor nézzük meg! Összeállítottam! Amálka, gyere ide! Igen, mi az? Mi ez? Véletlenül egy tollal csináltam. Ez kosz! Csak egy kis vonal! A tanár észre sem fogja venni! Írd át újra. Ó, Amálka! Ragd már össze a dzsengát. Ez életem legrosszabb napja. A srácok úgy piszkálnak, ahogy csak akarnak. Inkább maradok a szobámban, és soha nem megyek ki. Hol van Amálka? Nem tudom, elfelejtettem őt. Vajon megcsinálta a házimat? Hűha! Minden tökéletesen megoldott. Nagyszerű ötlet, Márta. A vesztes a személyes szolgád. Vajon hol lát most Amálka? Valószínűleg a szobájában nyafog. Menjünk és nézzük meg, hogy van.
Van egy jobb ötletem. Lúzer szobája. Akasszuk ki az ajtajára. Most már mindenki tudni fogja, hogy itt egy lúzer él. Amelka, fú! Van egy másik ötletem. Még jobban hasonlít a Melkára. Így van, akasszuk fel valahova. Leo elvette az ebédemet. Még mindig nem ettem. Egy percre ki kell mennem a szobából. A vesztes szobája? Ez itt Leo és Márta. Élősködők. Nem fogom ezt megengedni. Hé, miért firkáltátok össze a képemet? Nem tönkretettük, hanem javítottunk rajta. Igen, úgyhogy mondj köszönetet. Mit csinálsz? Loser! Utállak titeket! Visszamegyek a szobámba. A csokoládém végre megeszem. Ez a miénk. Add vissza! Leo! Add vissza! Leo! Add vissza, Márta! Ti szörnyetegek! Ez az enyém! Leo, hallottad, hogy hívott minket? Ez az igazság! Amálka, menj a boltba és vegyél még több édességet. Oké, elmegyek. Csak... add ide a pénzt. Van pénzed. Vagy sajnálod a barátaidra? Nem vagytok a barátaim. Engedj el! Ó, Amálka, akár akarod, akár nem, el kell menned a boltba. Minél hamarabb, annál jobb. Oké, elmegyek. Nézd, milyen engedelmes lett. Vegyél popcornt és kólát. Hát mi van itt? Amálka sminkes táskája? Igen, ez jól jönne. Mindig is tetszett ez a blúz. Ezek a Amálka ruhái? Ja, a veszteseknek osztozniuk kell. Remélem megeszik a finomságokat és kedvesek lesznek. Ó, és itt van a Amálka. Hello! Hé! Engedj be! Engedjetek be! Ó, a kedvenc popcornom. Köszi, Amálka! Nyissátok ki! Ó, sajnálom, Amálka, de nálunk nincs bejárat a lúzereknek. Igen, nem szeretnék lúzer lenni. És ki szeretne? Amálka! És hogy jutottál be a házba? Elfelejtettétek a hátsó bejáratot. Így kell a lúzereknek bejönniük. Hé, Márta, az az enyém. Mi a tiéd? A blúzom és az a sminkes táska. A tiéd volt, az enyém lett? Nincs jogod elvenni a dolgaimat. Minek neked a smink? Kifested a szemüveged? Annyira elegem van belőled. Hűha, úgy tűnik dühös. Semmiség, majd túljut rajta. Ennyi. Elfogyott a türelmem. Valamit tennem kell velük. Gondolkozz, Amálka, gondolkozz. Biztos van rá mód. Hogyan tudnám megcsinálni? Hogyan? Tudom. Biztosan megdöbbennek majd ettől. Sok szavad van? Azt hiszem, még túl sok is. Amálka, hol van a szemüveged? Én nem hordom őket, nem akarok lúzer lenni. Nos, mivel már nem vagy lúzer... Mivel már nem vagy lúzer, ezért velünk is lóghatsz. Hát igen. Nagyszerű, nagyon örülök, hogy újra barátok vagyunk. Amálka, ne sétődj meg. Tudod, az iskolában a túlélés szabályai ilyenek.
Semmi baj, Leo, felejtsük el! Tessék, egyél egy falatot, ma nem ettél sokat. Amelka, mi bajod van? Semmi, csak nem szoktam szemüveg nélkül lenni. Miért nem veszed fel a szemüveged? Nem, köszönöm, nem akarok megint vesztes lenni. Amelka, próbálunk, gyere velünk! Hát, hogy ne! Csak olvasd fel nekem a szavakat, mert egyáltalán nem látom. Jól van. Szóval, itt van a mondatod. Szóval, mit csinálsz itt? Én vagyok ennek a kastélynak az ura. Szóval, mit csinálsz itt? Én vagyok a kastély ura. Engedd el az apámat. Jaj! Ez nem a forgatókönyv szerint történik. Nem látok semmit. Látod a kezemet? Egyáltalán nem látok semmit, minden fekete! Amelka, minden rendben lesz. Srácok, azt hiszem vak vagyok. Amelka, ne aggódj, majd kitalálunk valamit. Márta, kövess engem. Fenébe, azt hiszem, hogy Amelka miattunk vakult meg. Úgy néz ki. Ha szemüveget viselt volna, meggyógyult volna. Vissza kell mennünk hozzá. Hogy kerültél ide? Félek, csak sötétség van körülöttem. Itt van. Te hülye, hát nem lát. Rendben. Tessék. Ez sötét szemüveg. Ennek segítenie kell. És hogy fog segíteni neki? Nem tudom. Minden vakember visel ilyet. Leo, te olyan hülye vagy. Amelka, bocsáss meg nekünk. Sajnálom. Miattunk nem hord a szemüveget. Semmiség. De most segítségre van szükségem. Amelka, miben segíthetünk? Igen, hívd minket bármikor. Meg tudtok etetni? Nagyon éhes vagyok. Persze, semmi gond. Mit akarsz? Levest, sushit, saormát, bármit főzök. Nem érdekel. Ez házi joghurt, én magam készítettem karamellel. Amelka, nyisd ki a szád. Hogy ízlik? Köszönöm, Márta, nagyon finom. És most rögtön visszaadom a dolgaidat. Miért? Már nincs szükségem rájuk, nem látok semmit. Semmit. Talán jobban leszel. Nem, az orvos azt mondta, hogy soha többé nem látok. Micsoda! Amelka, bocsáss meg! Semmit sem kaphatsz vissza. Amelka, szeretnéd, hogy elvigyelek a moziba? Vagy a planetáriumba? Ahova csak szeretnél. Ez nem a legjobb hely a vakok számára. Erre nem gondoltam. Tele vagyok, most már az ágyamon akarok feküdni. Miért nem fekszel le ide? Hosszú az út a második emeletre. Nem, az ágyamat akarom. Rendben, majd mi elviszünk. Mi? Alig sikerült. Amelka, jól vagy már? Nos, meggondoltam magam. Vigyetek fel az első emeletre, meg akarom hallgatni a videóinkat. Már nem tudom nézni őket. De Amelka, alig hoztunk fel téged. Valóban. Megvakítottatok, és még a tévéhez sem tudtok elvinni. Oké, most már elviszünk. Márta, most te fogod a lábát. Csak lassan. Gyerünk, Márta, fogd meg a lábát. Óvatosan. Na, majd ide letesztük. Nem vagy nagyon könnyű. Jaj, én legalább 10 kilót fogytam. Ó, kapcsoljátok be a videót, ahol még nem vagyok vak. Elképzelem ezt a videót, mielőtt elfelejtem. Ha bármire szükséged van, hívj azonnal. Elmegyünk pihenni. Leo, itt vagy? Igen, itt vagyok. Szeretném, ha felpihéznéd a párnámat. Túl kemény. Jól van. Így jó? Nem ott van. Szuper. Köszönöm. Még valamit? Annyira hiányzik a fény. Márta, mondd el, mi van az ablakon kívül. Sötétedik a fű zöld, az aszfalt szürke.
Leo, itt vagy? Tessék! Hozd ide a könyveimet! Miért? Elképzelem, hogy olvasok! Srácok! Hozhatunk még valamit? Nem, aludni akarok, remélem jót fogok álmodni. Amerika, olyan undok. Mi se voltunk túl kedvesek. Nem annyira. Azért vakult meg, mert mi terrorizáltuk. És most minket terrorizál. Megérdemeljük. Nem vitatkozom. Már megint mi van? Nem tudok aludni. Olvasunk neked egy mesét? Hoznál nekem két süteményt? Talán majd az édesség felvidít. Jaj. Hol vannak? Hol vannak? Ez az? Amálka, mi volt ez? Hogy látsz bennünket? Hülye, Leo! Nem vagyok vak, szemüveg helyett lencsét rendeltem. Hát persze, Amálka épp most leckésztetett meg minket. Remélem megértettétek a leckét. Persze, Amálka, nagyon sajnáljuk, szégyeljük magunkat. Soha többé nem fogunk senkit sem megbántani. Srácok, remélem nem fogtok úgy viselkedni, mint Leo és Márta. Nem, nekünk vannak a legkedvesebb nézőjeink. Mindig tetszenek a videóink. Persze, még most is. Srácok, lájkoljátok és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le az új részekről, és...